A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megmutatjuk Önöknek a belvárosi nyitott udvarokat, szót ejtünk egy készülő alkotásról, valamint megnézzük azt is, a bugátosok hogyan készültek egy országos megmérettetésre. Tartsanak velünk! Második alkalommal szervezték meg a belvárosi nyitott udvarok rendezvényét. Számos érdekes program, többek között kóstolási lehetőség és bemutatók színesítették a napot. Én már a második alkalommal várta az érdeklődőket a belvárosi nyitott udvarok elnevezésű rendezvény. Az iGenerációért Egyesület és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum, közreműködve a Szent István Király Múzeummal, kézműves foglalkozásokkal, korhű ruhakiállítással, történelmi szókeresővel és szakmai bemutatókkal készült a jelenlévők számára. Fiatalok a fiataloknak, vagy a fiatalok a felnőtteknek mutatnak valamilyen foglalkozást is, ez mellett pedig ugye azért a történelemre is figyelünk egy kicsit, hogy hát azért az udvarokról, az épületekről is essék néhány szó, és történelmi kvíz, és a többi, rengeteg dolog nem tudom felsorolni, de tényleg sok minden van, amivel igyekszünk megmutatni, és hát nem utolsó sorban aranybulla, ami az mostani témánk, hiszen hát aranybulla emlékév van. A Szent István Király Múzeum örömmel vállalta, hogy közreműködőként részt vesz és helyszínt biztosít a rendezvény számára. Mindenek előtt a díszudvarunkat kell látogatni a lehető legtöbb fiatalnak elsősorban, de természetesen a város minden polgárának, hiszen ez egy olyan csodálatos udvar, olyan szépen felújított terület, ahol rendkívül sok programot tudunk majd a jövőben is megrendezni, és azt szeretnénk, hogy minél ismertebb legyen ez a helyszín. A Szent István Király Múzeum díszudvarában, valamint a rendház épület előtt a Főutca 3-as szám alatti árkádok kiállítóterében számos iskola diákjai mutatták be mesterségüket az arra járóknak. 11 iskola részvételével jön létre a belvárosi nyitott udvarok második alkalommal, úgyhogy azt gondolom, hogy az iskoláink nagyon kreatívan nyúltak hozzá ehhez az aranybulla évhez, és mindenféle nagyon érdekes dolgot valósítanak majd meg a nap során. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáki József Technikumának standjánál interaktív feladatok megoldására nyílt lehetőség. Mai alkalommal az építés szakmacsoport mutatkozik be, illetve az aranybulla 800 évfordulójához kapcsolódóan aranybulla kvízzel készültünk. A térinformatikások pedig egy geocachinggel, ami azt jelenti, hogy a belváros különböző pontjainál három helyszínt lehet meglátogatni, és GPS koordinátákat tudják megnézni a feladatokat. Az építészet szakmacsoport pedig egy olyan érdekes feladattal készült, hogy kik azok az emberek, akik építésznek tanultak, de egy másik szakmában helyezkedtek el. Készültünk különböző makettekkel is, téglakötésekkel és házakkal, ami az építészet szakmacsoportunkat mutatja be. A Vörös Martin Mihály szakképzőiskola standjánál többek közt aranybulla pecsét elkészítésére nyílt lehetőség. Pecsétnyomat készítéssel készültünk, ahol grafittal, illetve hát krétával lehet pecsétnyomatot készíteni. Háttérben lehet, hogy lehet hallani a gravírozót, épületgépész kollégák az aranybulla pecsétet gravírozással állítják elő, illetve hát a megjelent vendégek készíthetik el. Az építős kollégáink is különböző ilyen kirakó játékokkal készültek, aminek eredményeként az aranybulla fog majd megjelenni. A második belvárosi nyitott udvarok tehát idén, amellett, hogy számos érdekességet kínált a látogatóknak, az aranybulla emlékév programjaiba is jól illeszkedett. Szöveg és képek egyetlen tárlaton. László Takács Krisztina újságíró kolléganőnk mesélt egy készülő alkotásáról, amelyet Kis László fotográfussal valósít meg. A stúdióban köszöntöm László Takács Krisztina újságíró kolléganőmet, szervusz, örülök, hogy szia, eljöttél és beszélgethetünk a Láncos Szegfű ösztöndíjról és a Kapcsolódások projektről. Mindenek előtt engedd meg, hogy felolvassak egy mondatot. Az egyik televíziós híradásunkban volt ugye már szó erről, és már az Együtt magazinban is foglalkoztunk arról, hogy több kollégánk kapott Láncos Szegfű ösztöndíjat.
Ott azt olvastam, hogy 15 történet a múltból, amely mozaikként építi fel azokat a reakciókat, mozdulatokat és tekinteteket, amelyeket a tükörben látunk. Na, erre majd mondj légy szíves egy magyarázatot, mert hogy egy nagyon nagyszerű alkotással készültök magad mellett, ugye Kis László fotográfus kollégámat meg kell, hogy említsem. Tehát itt szövegek és képek lesznek. Igen. Azt hiszem, hogy rátapintottál ezzel az idézettel, vagy ezzel a kiragadott mondattal a lényegre. Ezen a mondattal egyébként sokat gondolkodtam, hogy ezt hogy lehet összefoglalni így, de talán tényleg ez a legjobb összefoglalója annak, amit készítünk, legalábbis ha tartalmat nézzük. Ugye ez egy olyan fajta szövetkezés Kis Laci fotográfussal, ami ebben a kontextusban, amiben mi helyezzük magunkat, az talán nem jellemző. Tehát ugye itt a fotó és a képnek a kapcsolatáról szól a mi projektünk, és a múlt és a jelen kapcsolatáról is. A dolog úgy kezdődött, hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy mi ez a mozaik. Ugye az egyik mozaik összetevője az egy személyes kapocs Lacival, hiszen mi a Fehérvár magazin által több mint 10 évig együtt dolgoztunk, és nagyon sokat dumáltunk munka közben, meg nagyon sokat fejtegettük a világ dolgait. És Lacinak mindig markáns véleménye volt mindenről, hiszen ismered. Ismerjük, igen. És én nekem is, és nagyon sokszor különbözött, és nagyon sokszor egyezett a véleményünk, ami biztos, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Tehát amikor elmentünk egy olyan anyagra, ami nem egy hír, hanem egy ilyen saját anyag, akár egy portréinterjú, vagy bármilyen riport, akkor nem csak arról beszéltünk, hogy tehát nem csak a téma merült fel, hanem a hogyan, és hogy hogyan lehet ezt szövegben és képben úgy megfogalmazni egy-egy témát, hogy az kiegészítse egymást, kapcsolódjon egymáshoz. És ez egy nagyon jó szakmai tapasztalat is volt, és akkor arra gondoltunk, hogy emeljük ezt egy kicsit, hogy mondjam, magasabb szintre, minden nagy képűség nélkül próbálom ezt így elmondani, mert hogy amire most készülünk, az nem egy újságban megjelenő anyag, kép és szöveganyag, hanem mi ezt elsősorban egy kiállításra szánjuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy szöveg, az a vezérfonal, és ahhoz készül egy fotó, filmre, ugye Laci munkásságából már ismerjük, neki több kiállítása is volt, filmre fotóz, és digitálisan hívja elő, vagy digitálisan nagyítja ezeket a képeket, fekete-fehér képek, és egészen más stílusúak, mint mondjuk egy riport, vagy bármilyen újságcikkhez készült fotó. Az én írásom sem média anyag, hanem inkább a szép irodalom felé próbál tendálni, ami azért kuriózum tőlem, mert hogy én ezzel még nem próbálkoztam, de 20 éve szeretnék. Úgyhogy én most egy régi álom próbál valóra válni, hát hogy meglátjuk a végeredményt természetesen. A téma pedig, hogy tovább folytassam itt a mozaikot és a kapcsolódásokat, azok az építő elemek, és ez személyes egyébként részemről, amik engem építenek, azok a családi történések, így a múltból, akár több generációra visszamenően, amik úgy érzem, hogy bennem is lenyomatot hagynak. Uh-huh. Én olyan családból nőttem fel, ahol mindig meséltek sztorikat. Nagyon sokat nyaraltam a nagymamámnál Adonyban, és ő csinálta a sütiket, verte a habot, fodrász volt egyébként, vagy éppen a fodrászüzletből kibe jövett menet, vagy ment a tyúkokat etetni, és folyamatosan mesélt, sztorizott. Mindenről eszébe jutott valami, mindenkiről tudott mindent a faluban, és természetesen mindenkiről tudott mindent a családban, legalábbis abban a családjágon. Édesapám édesanyjáról van szó, és aztán a másik oldalon is édesanyám szülei is nagyon mesélősek, úgyhogy nekem rengeteg történet közt nőttem fel, és amikor az ember 40 éves lesz, ami még nem túl öreg, de már nem is annyira fiatal,
akkor azért fölmerülnek kérdések, hogy már van egy élettapasztalat, tartok valahol, miért így tartok, ahol tartok, miért így alakult a sorsom, mi az, ami motivál, mi visz tovább, mik azok a tulajdonságok, amiket hoztam, miket tanultam. És akkor eszembe jutottak ezek a történetek, hogy mondjuk a nagyapámtól mit hoztam, a nagyanyámtól, az ükanyámtól, egészen ilyen legendaszerű történetig, hogy mondjuk az egyikük anyámat úgy hívták, hogy a puszta istene. Tehát, hogy ilyen legendák is vannak a családban. Meg ugye, mint minden magyar család, mi is ilyen nagyon sok összetevős család vagyunk. Bácskából származnak őseim, Erdélyből, akkor Bajorországból. Tehát nagyon, nagyon sok felől hozta a családomat össze a sors, mire én itt Fehérváron megszülettem és ide jutottam. És ugye sokan is foglalkoznak most ezzel a témával, hogy hogyan tudjuk azokat a tulajdonságainkat felfejteni, amik kicsit érthetetlennek tűnnek, és akkor mondjuk a legismertebb pszichológiai könyv ebből az örökölt sors az Orvostot Noémitől, de egyébként nagyon sok más munka is foglalkozik ezzel, tehát hogy egy olyan kort is élünk, amikor az emberek így vágynak rá, hogy megfejtsék magukat. Uh-huh. És tehát akkor innen... ez egy ilyen önismereti dolog is, igen, ami megjelenik egy alkotáson, illetve sok-sok alkotáson. Így van, keresztül. Tehát ilyen szempontból szubjektív, viszont nem szeretném, hogy öncélú legyen, tehát nyilván itt van a munka része, mert azt gondolom, hogy visszaemlékezni, vagy sztorikat írni mindenki tud a maga módján, viszont ahhoz, hogy ez mások számára is átélhető legyen, ahhoz sokkal jobban neki kell ülni, és sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, számtalan, szinte mindenkinek, hiszen egy generáció vagyunk, vagy hát ugyanazok a történelemben ugyanazok történtek a családokkal, vagy nagyon hasonlók, tehát mindenkinek volt hadifogságban például a nagyapája, vagy nem mindenkinek, de hogy sokaknak, sokan megélték mondjuk, amikor az oroszok bejöttek, hogy ott milyen volt, a nőkkel hogyan bántak, szóval sok trauma rejti ezeket a családokat, vagy például a nagyszüleim Sztálinvárost építették, ők voltak az első telepesek, ha úgy tetszik, ami mostani Dunajváros, hogy ahogy a történelemet hogyan alakítja, vagy a történelem hogyan szól bele az egyes generációk életébe, én ezt szeretném valamiképpen megfogalmazni, a jelenből reflektálva. Uh-huh. Ez most nem tudom, mennyire érthető. Én abszolút értem, azt szeretném csak látni, meg hogy a nézők is lássák, hogy kell ezt majd elképzelni. Tehát, hogy kiállítás, és akkor lesznek esetleg tablók, most ezt tudom elképzelni, tablók, és azokon jelennek meg szövegek, amikhez a képek vannak. Én úgy képzelem ezt, úgy találtuk ki, hogy na és akkor itt jön be a Laci, akinek az első szövegemet elküldtem, azért, mert tudtam, hogy ő nagyon kritikus, és nagyon azt szerettem volna, hogy valaki nagyon kritizálja meg, mert csak akkor menjen át a rostán, ha ez tényleg így működik. És hát nagyon nagy meglepetésemre, vagy nem tudom, nagyon örültem neki, ő gyakorlatilag teljesen át tudta élni, és onnantól kezdve kezdett el működni, hogy mondta, hogy benne is elindított valamit az egy írás, amit átküldtem neki, és őnek is elkezdte, ő is elkezdett, tehát át tudta élni azért, mert ugye neki is voltak hasonló mozzanatok a családba, gyerekkorában, stb. És akkor mondta, hogy ő nagyon szívesen készítene ezekhez képeket. Ezek a képek egyébként nem egy az egyben kapcsolódnak úgy az íráshoz, hogy nem lefotózzák azt, amiről szól az írás, hanem elindít a Laciba valamit, ő ebből inspirálódik, és ő készít ebből egy képet. Uh-huh. Tehát, hogy ezek nincsenek, ez nem illusztráció ilyen szempontból, hanem inkább annak szánjuk, hogy a kettő együtt alkosson egy olyan különleges kapcsolatot, amitől aki ránéz a szövegre és a képre, annak többet adjon, mint csupán a kép és mint csupán a szöveg. Tehát ez a cél. És akkor ezt úgy képzeltük el, hogy a kép és a szöveg az egyenértékű a kiállításon, tehát ahogy mondtad, hogy a szöveg is jelen lesz, ezért nem is kell ilyen rettenetesen hosszú könyvszerű szövegekre gondolni, még csak nem is biztos, hogy egy hosszabb novelláról beszélünk, inkább ki rövidebb szövegekről, de azok ilyen, hogy mondjam, próbálom úgy
leírni, hogy tömör fajsúlyos szövegek legyenek, amit mondjuk egy álltó helyében az ember szívesen elolvas, de úgy valamit át is ad. És hát nem titkolt célunk az, a Vörösmarty Színházban előzetes megbeszélések alapján befogadják ezt a kiállítást, ugye ott a galériában lesz majd kint, és hát azt szeretnénk, hogy hangban is megjelenjenek ezek a szövegek, tehát valamiféle applikáció, többféle lehetőség van, akár egy telefonnal, egy fülhallgatóval, hogyha megáll az ember a kép előtt, akkor ha nem szeret olvasni, akkor meg is hallgathatja a szöveget. És a helyi színészeknek a interpretálásában szeretnénk ezt megvalósítani. De ezek még csak tervek, most még ugye mi az alkotói folyamatra kaptuk ezt az ösztöndíjat, úgyhogy még abban vagyunk benne. No igen, ez lett volna akkor a következő kérdés, hogy az ösztöndíjat ugye most vettétek át augusztusban, és ennek van egy határideje, ha jól emlékszem, jövő október, igen, hogy de egy évet készülni. Szoktak durván adni, igen. Hol tart most a folyamat? Hát most az elején... Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy tehát erre rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogyha rendes, jó szöveget szeretnék, ahhoz egy kicsit más, tehát amiket eddig írtam, azokat általában éjszaka írtam, amikor csend volt, már nem jutott eszembe otthon, hogy ki kéne takarítani, vagy bármi, nem volt semmi olyan munkám, ami halaszthatatlan, de most próbálok időt szakítani arra, akár elmenni pár napra valahova egyedül, és akkor erre ráfeküdni, mert hogy ehhez kell egy kicsit ki kell zárni valamiképp a külvilágot, vagy olyan helyre menni, ami inspirál. Úgyhogy ez folyamatban van, de én azt gondolom, hogy amit vállalunk, azt teljesítjük, úgyhogy eddig olyan 4-5 szöveg van kész, 15-öt tervezek, fotóban is már fotózott a Laci, de hát ez majd most jön a dandárja. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél erről a projektről, amihez én nagyon sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy majd akkor is be tudunk erről számolni, akár itt az Együtt magazinban, vagy a híradásainkban, amikor ténylegesen erre a kiállításra sor kerül. Én is remélem. Sok sikert neked. Köszönöm. Újraélesztés, szív és pánikroham. Mindezeket a szituációkat mutatták be a Bugattal Technikum diákjai az országos első segélynyújtó versenyen, amelyen a csapat első helyezést ért el. Bőcsúsz? Nem csalok. És miért hazudsz? Mutogatod a kártyákat másoknak? Miért kell csalni? Ki gondolta volna, de még egy ártalmatlannak tűnő kártyajáték is végződhet tragédiával. Gerinc sérüléshez riasztották a mentősöget a Bugát-Pál technikumban. Szerencsére nem élesben egy szituációt játszottak el a tanulók arról, hogy mit is kell tenni egy ilyen helyzetben. A diákok már jól felkészültek egy-egy ilyen esetre, hiszen az országos első segélynyújtó versenyen első helyezést ért el csapatuk. Nagyon jól éltem meg, nehéz volt, mint csapatkapitány, hogy egy egész csapatot irányítani kell, karbantartani, hogyha kell, ott lenni lelkiekben, hogyha kellett esetleg segíteni, és nem egy emberhez, hanem 4 sérülthez is oda kellett néha mennem segíteni. A csapat összetétele miatt nagyon jól éltem meg, mert nagyon egy összetartó csapatról beszélünk. Sokat készültünk, ezért tudjuk, hogy kinek mi az erőssége. Legfőképpen ugye nekem kell, mert én osztom szét az embereket, hogy ki melyik sérülthöz megy, hogy látszólag milyen sérülése lehet. A csapatmunk az nagyon ott van, kommunikáció is, én úgy gondolom, és szerintem ez volt a győzelmünknek a aranypillére. A csapatkapitány azt mondja, bizony adódtak kihívást jelentő feladatok a megmérettetésen. A tömeges balesetet, ott 3 csapatot kellett egyszerre koordinálnom, miközben kijöttek a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is, és nekik is elmondani, mi történt, akkor esetleg a beszorult sérülthöz még 2 embert oda küldeni, hogy vizsgálják át, lássák el, akkor átadni a mentősöknek, elmondani, hogy mi történt a helyszínen, akkor hogyan láttuk el, hogy tudják, hogy akkor mégis mit, hogyan kezdjenek neki, kit szállítsanak el elsőként. Ez nagyon nehéz volt így összegezni, hogy sérülések, erőssége szempontjából kit mondjak elsőnek.
A sikert hosszas felkészülés előzte meg, elsőként a megyei döntőbe küzdötték be magukat a fiatalok, ezt követhette csak az országos döntő. Hatalmas megtiszteltetés volt a számunkra, hiszen még sose próbáltunk magunkat ki ilyen első segélynyújtó versenyre. Nagy problémát okozott a nyár, hiszen ilyenkor a felkészülés sokkal problémásabb volt, és nagyon sokat felejtettek a tanulók. Nagyon köszönjük az igazgatóasszonynak, hogy kaptunk lehetőséget még az utolsó hétben, hogy újra gyakorolhassunk és felkészüljünk a versenyre. A gyakorlás során a csapatnak elméleti és gyakorlati szituációkban is egyaránt szükségük volt a tudásukra. Különböző szituációkkal készültünk, elméleti tudásunkat tesztekkel, Vöröskeresztnek a történetének az átismétlésével végeztük. Az alaptudást az iskolai tanórákon már elsajátíthatták a diákok, ezért csupán csak annyi volt a dolguk, hogy ehhez különböző szituációkat találjanak ki. Egészségügyi ágazatban tanulunk, és azért az elsősegélynyújtásnak az alapjait, igaz, hogy csak fél évben, de megtanulhatták, és különböző történeteket találtunk ki, szituációkat, és ebben próbáltuk a tanulókat bevonni, és erre próbáltuk őket felkészíteni. Ugye ez a verseny 20 állomásból állt, és elsősorban ilyen szituációs feladatok voltak, tehát elsősorban ezekre készültünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nincs légzésem, elkezdem a felöntőre, lesz és hívd már tett. Az újraélesztés technikája például természetesnek kell, hogy számítson a bugádban. Egyebek mellett ezt is bemutatták a csapattagok. A felkészítő elmondta, sok lelki erő is kell ahhoz, hogy valakiből jó orvos, mentős váljon, hiszen a munka során számos nehéz, megrázó helyzet is adódhat. Szerencsére vannak, akiknek mindez nem okoz problémát. Mindig is érdeklődtem az emberi testről. Szerintem egy nagyon érdekes és folyton fejlődő tudományág az egészségügy, és emiatt. És a nehéz pillanatokat, mert bizony ebben a szakmában az területen vannak, ezt hogyan éled meg? Változó, nagyon változó. Vannak szép pillanatok, és vannak nagyon nehezek. De általában szépen és könnyen fel tudom dolgozni, hogyha esetleg olyan történne. Hál' Istennek tudok nagyon nyugodt maradni, illetve könnyen le tudom reagálni a gyors változó tényezőket is. A szívbajnokai csapat tagjaiban közös az is, hogy a további életüket is embertársaik segítésének szentelik majd, ezért a cél ugyanaz, jobbá válni, fejlődni az orvoslás minden területén. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.